Két szempontból is egyedülálló az a fejlesztés, ami 60-ban a Széchenyi István Római Katolikus Szakgimnáziumban valósul meg. Egyrészt azért, mert egy egyházi fenntartású intézmény egészségügyi képzést indít, másrészt pedig azért, mert az egy új épület szárnyal bővül, ami az egészségügyi szakképzésnek ad majd otthont újra 60-ban. Az épület a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által menedzselt KEHOP forrásokból, 15%-kal kibővített állami támogatásból, így több mint 200 millió forintból épülhet fel a 2018-as tanév kezdetére. Csak meg kell nézni a térséget, most nagyon sok iskola megújul, de új iskola építésre nem sok helyen kerül sor. Ebben a régióban én két helyet tudok, ahol ilyen megvalósul, és abból az egyik az éppen itt van 60-ban. 60-ban mind a három középiskolára nagyon büszkék vagyunk, a Bajza, a Damjanics és a Széchenyi István katolikus középiskola, és mint katolikus szakközép, ugye egyedi többféle szempontból is, a Váci Egyház megyében az első szakközépiskola, egészségügyi képzésben ugye országosan is első, és ez itt 60-ban, mi nagyon büszkék vagyunk a Széchenyire. Dr. Bér Miklós váci püspök atya beszédében elmondta, különös kapcsolat áll fenn az iskola újonnan felvállalt egészségügyi képzési feladata és a vallás között, mivel a városban sokáig ferences szerzetesek működtek, az ő hősies helytállásuk példája az egészségügyi képzés az iskolában. Most, amikor itt a templom közelében ez az iskola fölvállalja ezt az új oktatási feladatot, én azt hiszem, hogy a Szent Ferenci lelkülettel, az önzetlen jóságnak a karizmájával tudja majd ezt tenni. A gyógyítás és az oktatás összefonódását az új épületszárny kialakításával is jelképező alapító okiratot dr. Bér Miklós püspök atya és Szabó Zsolt államtitkár helyezték el az iskolában. Fehér Józsefné az iskola igazgatója beszédében elmondta, már 60 tanuló vesz részt az egészségügyi szakképzésben, mely száma jövőben várhatóan csak nőni fog. Nagyon örültünk, hogy lehetőséget kaptunk 2016. szeptember 1-én, hogy elindíthattunk az egészségügyi képzést. Örültünk, hogy nagyon sokan jelentkeztek erre az ágazatra, csak sajnos kicsinek bizonyult az iskolánk. Szerencsére én úgy gondolom, hogy imáink meghallgatásra találtak, és idén intézményünk fennállásának 50. évfordulóján a legszebb születésnapi ajándék egy új épületnek a régi mellé történő felépítése. Már elkezdték az új 700 négyzetméteres épület építkezési munkálatait, mely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 60-ban a korábban is meglévő egészségügyi szakképzést a Széchenyi Szakgimnázium méltóképpen folytatni tudja. Két helység, 6 új tanterem és egy nagy demonstrációs terem készül az Albert Schweitzer Kórház rendelőintézettel konzorciumban felvállalt általános szociális egészségügyi szakképzések kiszolgálására. A közel nulla energiaigényű épületet napelemmel is ellátják majd.